Minden itt kezdődött. Az alfák újkori történelmének ez a megindítója. Szó szerint ugyanis az Alfa Giulia a QV-vel debütált, ezt az autót dobták ki először a piacra, ezzel tért vissza az Alfa, és ezzel mondták azt, hogy odaverünk. És nem a hétköznapi modellekkel kezdjük, nem. Általában egyébként a modellfejlesztés az úgy megy, hogy megcsinálják a tömegmodelleket, és egy-két évre később érkeznek a kihegyezett modellek. Megfordították, és azt mondták, a QV-vel indítunk. Ez volt minden újkori Alfa apja. Ez pedig egy Gilberto autója, ennek az autónak az apukája. Bár igaz, a két autónak nagyon kevés köze van egymáshoz, mert ugye a 156-os még annó első kerékhajtású volt, a Giuliánk már vadonatúj fejlesztésű, hátsó kerekes platformon ül. És ha már quadrifolióról beszélünk, ide kell, hogy idézzem a Stelvio tesztünket, amelyért megmondom őszintén, kaptam tőletek nagyon sok meleget és nagyon sok dicsérő szót, és volt egy-két ilyen troll, aki ott megszurkált minket, de vállalom, mert igenis az Alfa az érzelmeinkre hat, és a Stelvio az egy érzelemmel teli mozi volt. Ugyanezt a mozit leforgathatnánk erről az autóról, de nem tesszük, mert egy, baromi hideg van, kettő, ott mindent elmondtam, úgyhogy egy picit elmondom nektek ennek az autónak a technikai részleteit, elmondom, hogy mi a különbség a Stelvio QV és a Giulia QV között, és aztán az érzelmeket meg pótoljátok majd a Stelvio videóból, minden igaz, amit ott elmondtam, ugyanúgy underdog, ugyanúgy mindent tud, és ugyanúgy a mérnöki zsenyítás és a szív ötvözete. Szóval akkor most meleg szívvel, de hideg fejjel menjünk végig az Alfa Giulia QV-n. Szóval kezdjük rögtön a legelején. Ez itt egy szénszálas splitter, amely aktív, aero, tehát 100 km per óra fölött lejjebb ereszkedik. Haladjunk egy kicsit tovább. Brembótól vannak a fékek, természetesen igényes a futómű, ez ugye tök alap. Motorháztető. Szénszál a motorháztető. A szénszál egyébként több helyen felbukkan az autóba. Ha szánsz rá egy kis összeget, még a tető is lehet szénszálból, ami nem csak dőreség, mert ugye az autó legmagasabb pontja, tehát a legmagasabb pontján könnyíteni egy autót, az nagyon jó hatással van a menet dinamikára. Oda bent, ami nem látszik, szénszálból van a kardántenge is. A motor az ugyanaz a 2.9-es, mint a Stelvio-ban van, és volt, és a Stelvio-ban építik, ami Ferrari eredetű továbbra is, és azt csipogják, hogy egy Ferrari modell is meg fogja kapni, méghozzá az új Dino. Bár ez még nem hivatalos. A motor egyébként képes arra, hogy 3 hengert leállítson. Érted? 3 hengert leállítson. És így az 510 lóerejét csökkentve vigye az útra. Hátul pedig egy nagyon érdekes dolgot szeretnék mutatni neked, Gil. A féknyereg osztott. Ilyet se sűrűn láttunk még. És hogy az autó legvégéhez érkezünk, nem, jut eszembe még a hajtásra, ugye? A Giulia hátsó kerékhajtású, nem összkerekes, hátulra tolja ki az erejét, azt az 510 lóerőt és 600 Nm-t, és nyomaték vektorálás van benne, tehát a nyomatékot a hátsó két kerék között dinamikusan tudja osztogatni. Zseniális! Hátul egy decens szénszálból készített légterelő, alatta alul diffúzóra zár a karosszéria, és négy, én azt mondom nyugodtan, hogy Ferrari stílusú, kipufogó vég van rajta, amelyből mennyei muzsika áramlik. Mielőtt megtekintjük a motort, ne felejtsük el, hogy az alapgondolatom az volt, hogy hasonlítsuk egy picit össze a Stelvio QV-t a Giulia QV-vel, hisz ugye mind a kettőről van már tapasztalat, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez a két autó egyébként két külön karakter. Nagyon sokban hasonlítanak, de nagyon sokban különböznek is.
Mind a kettőnek ugye a szíve az ugyanaz, mint már említettem, a Ferrarival közös fejlesztésű 2.9-es 6-hengeres biturbo benzinmotor, melynek 510 lóerő a teljesítménye, és ú, de jó meleg itt, és 600 Nm-es nyomaték leadására képes. A szív az közös, a Stelvio és a Giulia is szereti, ha ütik vágják. Jó, hát ezt tisztázzuk az elején. Ezeket az autókat arra építették, hogy a használója az ütni-vágni fogja, kicsit olyan, mintha oda is lenne optimalizálva. Elsősorban a fékeken lehet érezni, hogy lassú haladásnál bizony a fék mind a Stelvioban, mind pedig a Giuliában kicsit darabosan működik, és jut eszembe brake by wire. Igen, ezt nem mondtam az előbb. Brake by wire, azaz elektronikus vezérlésű fék rendszer van az autóban. Szóval mind a kettőt ütni-vágni kell, akkor érzi magát igazán jól. Ennek ellenére lehet velük normálisan közlekedni, ezt nehogy azt higgyétek, hogy nem, de ott áll össze az autó, amikor megkapja azt a terhelést. A Giulia nekem egy kicsit ilyen visszafogottabb. Ami azért érdekes, mert a hátsó kerekes konstrukció okán ennek az autónak nagyon élénk, nagyon izgága, és nagyon élvezetes a hátulja. Viszont ennek folyamatosan kontrollt szab a menes stabilizáló rendszer, ami részüzemmódba kikapcsolható, de hát ember legyen a talpán, aki kikapcsolja a részüzemmódba, elkeni neki, és aztán meg össze is tudja szedni. Itt zárt körülmények között ezt szívesen megcsináljuk, az utcán nem. A Stelvio négykerékhajtású. A Stelviót lehetett úgy ütni-vágni, hogy az nem akart sehonnan sem leesni. Erre az autód egy picit jobban kell figyelni. Szóval a Stelvio és a Giulia összehasonlítása az nagyon izgalmas, már csak azért is, mert felmerül a kérdés, hogy melyiket választanám, hogyha megtehetném, hogy egy ilyen autóval járjak. És képzeljétek el, én a Giuliát választanám. Azért, mert ez egy intimebb autó. A Stelvio valahogy túl nagy, vagy nem is tudom megfogalmazni, lehet, hogy ez az SUV karaktere okán. Ez az autó lényegesen közelebb tudott kerülni a szívemhez, sőt, mondok én nektek valamit. Ha nekem mérhetetlenül sok pénzem lenne, akkor én valószínűleg ilyen autóval járnék. Azt is elmondom, hogy miért. BMW-ből, Audi-ból és Mercedes-ből rengeteg van. Ez az autó egy kicsit ilyen sleeper. Ha valaki ránéz, azt gondolhatná, hogy egy felpimpelt, normális, átlagos Alfa, de valójában az 510 lóerejével messze kimagasztjuk a kategóriájából, továbbá négy ajtós, lehet vele értelmesen közlekedni, és hogyha el szeretnéd neki kenni, hát jó szívvel veszi azt is, és a hátsó kerékhajtás pedig, hát kedves barátaim, az továbbra is nagy móka. Közben megkérdezem Kolostól, mennyivel veri a Giulia a Stelviót a Nordschleife-n? 19 másodperccel. 19 másodperccel? Ez biztos? Igen. Megnézted? Igen. Az túlzóan sok, de hát ezek a számok, ezek a számok. Jól látszik, hogy milyen hatalmas utat járt be az Alfa, míg a 156-osból megszületett a Giulia, és ennek az útnak minden egyes perce élvezettel volt teli. Nagyon szurkolok azért, hogy ez a márka újra a régi dicsőségében ragyogjon. Szükség van arra, hogy az emberek rajonghassanak egy Alfáért. És ezért az autóért bizony lehet. Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség.